Köszöntöm a Trió TV nézőit! Közéleti magazinunkat látják 2017. október 13-án, pénteken 19 órakor. Mai műsorunk tartalmából. Hivatalfelújítás Csepregen, a felső emeleten dolgoznak. 1,5 millió vendégéjszaka Vasban, a Megyei Turisztikai Bizottság értékelte a szezont. Szent Mihály napi civil forgatag Bükön, lecsófőző versennyel. Sokszínfest, amatőr színházi találkozó, 9. alkalommal. Pályaorientációs nap a Csepregi iskolában, szakmabemutatók érdekesen gyerekeknek. Országos női ökölvívó bajnokság Bükön, helyi versenyzőkkel. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! A Csepregi polgármesteri hivatal felújításának második ütemén dolgoznak a szakemberek. Az első szint tavasszal készült el, de a berendezésre várni kellett, így nemrég költözhettek vissza ide a hivatal munkatársai. Most a felső szinten dolgoznak. Kormányzati támogatásból újul meg a hivatal épülete. Két részletben kapott támogatást a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal az épület rekonstrukcióra. A belügyminisztérium a tavalyi évben döntött a támogatásokról. Jelen pillanatban, ahogy látható, a második emelet felújítása zajlik, de a folyamat majd ennek a befejezése után sem ér véget, hisz négy ütemben szeretnénk végleges formájába alakítani az épületet, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi első emelet felújítását, illetve második emelet felújítását követően, ahol jelentős felújítások történtek, követi majd egy külső homlokzati szigetelés, követi egy napenergetikai korszerűsítés, beruházás, tehát napelemekkel látjuk el az épületet, illetve egy negyedik ütemben pedig megpróbáljuk a külső tetőt, illetve egy külső díszburkolatot helyezni az épületre. Nyilván az utolsó két ütemhez forrásokra van szükség. 2017. augusztus 30-án nyújtottuk be azt a pályázatot a területfejlesztési operatív programhoz, amelynek keretében reméljük nem csak ennek az intézménynek, hanem még további négy intézménynek az energetikai felújítását is, amely egy 100%-os pályázat lesz abban az esetben, hogyha elnyerjük. Az első és második emelet felújítására az induló támogatás mellé, amely 62 millió forint volt, közel 7 millió forint önerőt biztosított a város az elmúlt években. Az épület felújítása mellett fontosnak tartjuk az épület berendezéseinek megújítását is. Erre a képviselőtestület az idei költségvetésben közel 7 millió forintot biztosított, tehát új berendezés is kerül az első emeletre, és bízunk abban, hogy a következő évben is lehetőségünk lesz arra, hogy a második emelet berendezéseit is hasonlóan önerőből tudjuk finanszírozni. Emellett egy jó hírről is be tudok számolni, hisz az ASP rendszerre történő átállás során 7 millió forintot nyert a város, így nem csak a ASP-vel kapcsolatos képzésekre tudnak elmenni a kollégák, és ezeknek a képzéseknek a tartalmát, szakmai dolgait ismerhetik meg, és sajátíthatják el azt a rendszert, amivel később dolgozni fognak, hanem közel majdnem 4 millió forint értékben új számítógépes eszközöket is tudunk vásárolni. Nyilván emellett célunk az, hogy az összes gépet az idő előre haladtával nyilván figyelembe véve az itteni igényeket lecseréljük. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal vezetésének már a tervezésnél az volt a célja, hogy 21. századi modern körülmények között fogadhassák az érkező ügyfeleket. Ez a megújult épület nem csak a miénk, hanem igazából akiért van a Csepregi, a Lócsi, a Tormásligeti és a Tömördi állampolgároké egyaránt. Amit a felújításról érdemes tudni, tavalyi év őszén indult meg ugye az első emeletnek a felújítása. Ennek keretében cserére kerültek a régi elkorhadt nyílászárók és modern hőszigetelt nyílászárók kerültek beépítésre. Ezáltal ugye arányaiban 10%-os energiamegtakarítást is el tudunk érni a fűtés tekintetében. Sor került a gépészeti elemek cseréjére, teljesen új vizes blokkok
kapcsolatokat alakítottunk ki, illetőleg látható, hogy a burkolatok mind a közlekedőkön, mind az irodákban megújultak, és lényegében egy teljesen új struktúrában alakítottuk át az első emeletet. Kialakult egy titkársági szint, amely lényegében fogadja az ideérkező ügyfeleket, F köré koncentrálódnak a vezetői irodák, illetőleg a tárgyalók, amelyek a napközbeni operatív munkát, illetőleg jelenleg a testületi üléseket is segítik. Folyamatban van már az épület második emeletének a felújítása. Itt szintén megtörténik egy részleges energetikai korszerűsítés, hiszen az elavult ablakok nyilánzáró kipis cserére szorultak, és meg is valósul ezeknek a cseréje, illetőleg itt is teljesen újra rendezzük a belső teret. Elsősorban a pénzügyi osztály és a műszaki ügyintézők számára fog ez helyet biztosítani. Az állampolgárok majd, ha elkészül, látni fogják, hogy az ügyfélfogadás szempontjából is egy sokkal kényelmesebb, sokkal modernebb belső elosztása lesz ezáltal az emeletnek. Sajtótájékoztatót tartott a Vas megyei Turizmus Szövetség. Értékelték az idei főszezont és a 2016-os évet. Adáskörzetünkben van a megye legkedveltebb turisztikai célpontja, Bükk és Nyugat-Magyarország ékszerdoboza Kőszeg. A sajtótájékoztatón dr. Kondora Bálint elnökletével számoltak be a 2016-os eredményekről. Az értékelésben elhangzott, hogy a 2016-os év számokban kifejezve az alábbiak szerint alakult. A megyébe turisztikai céllal vendégészakát eltöltő vendégek száma 7,1%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Összesen 492.501 fő. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 9,1%-os növekedés mellett 1.554.025 darab lett. Az egy vendégre jutó átlagos tartózkodási idő 3,2 nap volt, amely 1,8%-kal magasabb, mint a megelőző évben. A megyei eredmények bemutatását követően a különböző turisztikai attrakciót nyújtó települések mutatkoztak be, többek között a régi új kőszegi turisztikai szervezet is. Hosszú-hosszú ideje már gyakorlatilag mi voltunk a megyében, talán az egyedüli olyan TDM-szerűen működő szervezet, amelyik nem regisztrált. Az Irotkő Naturpark ebben az évben ünnepelte 20. évfordulóját, de már közel 2004 óta TDM-szerűen működik. Viszont valami oknál fogva ennek különböző anyagai és személyi feltételei voltak, amik nem tudtak teljesülni. A tavalyi évben jutottunk el odáig, hogy már a városnak is nagyon komoly volt a hozzáállása, tehát mindenképpen egyrészt fizikálisan, és másrészt pedig anyagilag is tett a dologért, mert azért ennek a gyakorlatilag egy TDM menedzsert alkalmazok, ennek azért van anyagi lehetőség is, vagy van valami hatása is, és a tavalyi évben elkezdődtek a megállapodások, illetve az előzetes tárgyalások a várossal, új együttműködési megállapodás született a város, illetve az egyesület között, és mindenképpen kifejezte a város azt a határozatát az egyesület felé, hogy mindenképpen beleáll a történetbe, tehát anyagi feltételet is biztosítja valamilyen szinten. Ebben az évben márciusban kötetett meg egyébként a megállapodás, anyagilag is egészen más a finanszírozása az egyesületnek. Ugye azt tudni kell, hogy egyrészt Kőszegváros önkormányzata támogatja az egyesületet tagdíjon felül is, mivel a Turinform irodát is működteti, de a TDM menedzser alkalmazása is feltétel volt az új megállapodásra. Márciustól gyakorlatilag rendelkezésünkre áll egy új TDM menedzser, Győrfi Gábor személyében, és ő egy eléggé tapasztalt, régóta pályázati berkekben működő ember, marketingben, illetve elsődlegesen turisztikai szervező munkában vártuk tőle az irányító munkát, és azt meg is kaptuk, úgyhogy március óta gyakorlatilag együttműködünk. Újdonságokkal nyilván bombáz bennünket, munkatársakat is, illetve bombázzuk a Kőszegre érkező vendégeket is. Jelzem, azért nem volt ez egy olyan nagyon-nagyon
előrelátott út az egyesület előtt, mert azért az ország első naturparkjaként mindenképpen elsődleges volt, hogy a naturparki alap gondolatok ne sérüljenek TDM regisztráció mellett. Tehát mi mindenképpen szeretünk volna a naturparkként megmaradni, de miután az egyesület nagyon régóta, tehát 2001 óta működteti már a Turinform irodát, párhuzamosan működik a naturpark, illetve a turisztikai munka az egyesületnél, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ez nem egy teljesíthetetlen kérés. Egyébként tudomásom szerint nincs az országban még egy ilyen szervezet, amelyik naturparkként TDM regisztrációt végzett el, és azt gondolom, hogy a mostani, tehát ez a fél éves tapasztalatok alapján minden további nélkül tud működni a TDM feladat, elsődlegesen a turisztikai feladat, és tud működni a naturparki feladat. Nyilván most talán első körben, az előző hónapokban a TDM menedzserünk főként Kőszegen tevékenykedett, ugye ez a pályázati beadások azért mindenképpen meghatározzák ezeket a dolgokat. Fontos volt a top turisztikai pályázat, illetve a VÁR projektben lévő bedolgozás ilyen szempontból, tehát ő mindenképpen ebben sort kapott. Vannak újdonságok, vannak új ötletek, vannak új akciók, amik az ő nevéhez fűződnek, és természetesen vannak a régi hagyományos rendezvények, amiket semmiképpen sem szeretnénk változtatni, de a kettő együtt tökéletesen kiegészíti egymást. Egyetlen egy a célunk, ami eddig is volt, hogy minél több vendéget hozzon Kőszegre és a térségbe. Összességében elmondható, hogy idén is dinamikusan emelkedett Kőszegen és térségében a látogatók száma. A vendégészakák száma évről évre nő, tavaly Kőszeg kiemelkedett a maga 22%-os vendégészaka szám emelkedésével. Idén is erős szezont zártak a szállásadók, főként a július volt nagyon erős. Nőtt a külföldi jelenlét is a városban, köszönhetően a Büki együttműködésnek, ahonnan sok vendég érkezett a város megtekintésére. Új szolgáltatásokat vezetett be a turisztikai szervezet. Júniustól szeptemberig hetente és ingyenesen volt városnéző séta, kertbemutató a Virágudvarban, múzeumismertető az Arany egyszarvú patika múzeumban. A több generációs családok részére kalandos újdonság a Gyöngyösön való kenuzás, sikeres volt az Elővári sokadalom, ahol a főszezonban zenés fellépések mellett kézműves kirakodó vásár várta a vendégeket a Jurisicsvár elővárában 15 alkalommal. Újdonságok voltak a kőszegi zenés estek. Augusztusban a főtéren kézműves bemutatkozás mellett zenés szórakozást nyújtottak zenészek 9 alkalommal. A Kőszeg rejtett kincsei program a kulturális örökség napjához kapcsolódóan több újdonsággal szerepelt. Jézus szíve templom, Szent Imre templom tornyait látogathatták. Október 7-én a Büki Művelődési Házzal szemközti füves területen felállított sátrakban beszélgető, főzögető embereket lehetett látni. Idén 6. alkalommal rendezett civil napot Szent Mihály naphoz kötődően a Büki Művelődési és Sportközpont könyvtár. A közösség összekovácsoló program most is a lecsófőző verseny volt. Idén a civil nap és a Sokszínfest amatőr színjátszó találkozó programjai összefonódtak, így főzés közben két vásári komédiát is láthattak a szakácsok és a látogatók. Húlom-e ferde csámcsogást! Locsoghatnának bármi más! Bátran kimondom! Hallja-e? Hallom! De kell, mert hallja-e! Kedves Folyankó politikám! Folyankó! Az első év még semmi ám! Szerintem kezdi megtalálni a helyét ez a rendezvény. Legfőképpen a Bükit. Igazából ugye ezt a rendezvényt a Bükieknek szervezzük. És az, hogy egy Büki csapat, egy Büki kultúrával foglalkozó csapattal együtt szerveztük, ez ugye egy kicsit más hangulatot is ad neki. És az volt a jó, hogy Robival, amikor leültünk, akkor nem volt ellenvetés, hanem azt mondtuk, hogy tök jó, mert egyrészt az emberek, akik amúgy is kijönnének, mert lecsófőző verseny van, mert itt vannak az ismerős barátok, azok látják az ország minden részéből idejött színjátszó csapatokat fellépni, és azt gondolom, hogy két nagyon jó kis vásári komédiát láthattunk itt az elmúlt időszakban. Meg hát azért a másik csapat, az meg látunk, hogy az rendesen csinálja a hangulatot. Ezt szeretnénk továbbvinni, tehát talán nem is kell sokszor sokat belegondolni. Tehát hívtunk zsűrit helyekkel,
Az idén rendhagyó módon azt mondtuk, hogy minden csapat delegáljon nekünk egy zsűrit a lecsó kóstoláshoz, és nagyon jó ételek készültek. Most rázártam a zsűrire az ajtót, hogy hozza meg a döntését, szerintem nagyon nehéz dolguk lesz, legalábbis a látványában, illatában az ételek azok nagyon jól sikerültek. Meg hát bármennyire fáj, és bármennyire szeretem a kocánházat, de talán a hely is megtalálta magát. Itt egy kicsit központi, mondhatjuk azt, hogy ez a város központja, egy kicsit központibb helyre kerültünk. Hát kocánház, a disznőlés, Szent Mihály nap, ez a műfáz előtti rész, és hát nagyon jó, egymásra épült most, hogy itt ez a box bajnokság is itt van, hiszen jó volt látni, hogy ezek a kis lánykák jöttek egy kicsit lecsót kóstolni, mert talán azt megehetik, és mérlegeléstől nem fog eltérni a súlyuk. Nagyon közvetlen a hangulat, kezedben is beigli van, kínálják egymást a csapatok is, ez tényleg ilyen helyi, igen, helyi közösség építő dolog, akkor folytatódik ez ugyanúgy? Szeretnénk, és így. Tehát nem kell ebbe többet belegondolni, jöjjenek a gyerekekre, délőtt volt egy kis bábszínház, volt játszóház, kint vannak a vásári játékok, talán néha nem is kell tovább gondolni, tényleg ennyit, tehát folyamatosan énekelnek az interjú alatt és hátam mögött a répcementi férfika tagjai. Egymást szórakoztatják, egymással beszélgetünk, jól érezzük magunkat. És remélem, hogy tényleg az lesz, hogy amikor végzünk, akkor mindenki bevonul a színházterembe és végignézi azt a 4-5 darabot, ami lesz a Sokszínfesten. Talán így lehet a kultúrát egy kicsit emberközelébbé tenni, és emberközelébbé hozni, hiszen az amatőr színjátszás az talán erről is szól. Tehát a Sokszínfesztnek is egy közösség, Sokszínpadnak, Sokszínfesztnek is egy közösségépítő szerepe van, meg ezeknek a rendezvényeknek is egy közösségépítő szerepe van. A lecsófőző versenyen idén is kétféle szempont alapján értékelt a zsűri. Hagyományos kategóriában első a baráti kör, második a díszítőművészeti szakkör lett. Különleges kategóriában a képzeletbeli dobogó tetejére léphetett a BTK-sak szakosztálya, másodiknak a nyugdíjas klubot, harmadiknak az iparos kört értékelte a zsűri. A díjkiosztót követően vidám nótázásba hajlott a társaság. A Szent Mihály nap jelzi a hideg idő beköszöntét. Ilyenkor a népi hagyomány szerint behajtották a jószágokat. Így már hagyományosan a büki programok is fedett helyre költöznek. Hát jönnek, lassan-lassan készülünk, de igazából most kinyitjuk az ajtókat, hiszen másfél hét múlva a büki női karnak lesz egy Kodály hangversenye. 17-én kedden nálunk folytatódik az olvasószemüveg, aztán készülünk az adventre, hiszen hamar. Meg hát itt van az október 23-a, ahol ünnepel a város, hiszen 10 éve városbükk, és ünnepelünk, hiszen egy újabb köztéri alkotással gyarapodott Bükk városa. Felavatásra kerül az 56-os emlékmű, oda egy gyönyörű szép műsor van a női karral, illetve szintén a Sokszínpaddal. Sokszínpadban a Nika Róbert barátunk, egy helyi költő versét fogja elmondani ott az ünnepség alatt. Majd az estét ugye az Ismerős Arcok koncertjével zárjuk, de hát az is már bent lesz, tehát nem az átriumban, nem mások sportcsarnokban várjuk a kedves érdeklődőket egy ünnepi lemezbemutató koncertre. És hát eltelik október, november, az tényleg az van, hogy már az évzáró rendezvényeknek az ideje, és hát december első hétvégén pedig kezdjük az adventtel, és hát elbúcsúztatjuk a 2017-et. Október 7-én a Büki Művelődési Házzal szemközti füves területen felállított sátrakban beszélgető, főzőgető embereket lehetett látni. Idén 6. alkalommal rendezett civil napot Szent Mihály naphoz kötődően a Büki Művelődési és Sportközpont könyvtár. A közösség összekovácsoló program most is a lecsófőző verseny volt. Hát a menet az úgy volt most ebben az évben, ugye, hogy a Tóth Tamással összedugtuk a fejünket, hogy hogyan tudjuk megreformálni egy kicsit magát ezt a Sokszínfesztet, meg magát a Szent Mihály napi forgatagot is. És akkor jutottunk arra az elhatározásra, hogy mi lenne, hogyha összemosnánk a Szent Mihály napi lecsófőzőversenyt, azt a civil napot, összemosnánk a Sokszínfesztet. Tehát már a mi fellépőink is játszanának a vásári forgatagban. Hozzáteszem, hogy ehhez a művelési központ nyújtott be egy sikeres pályázatot is, úgyhogy minden feltétel adott volt ahhoz, hogy most összevonjuk ezt a két rendezvényt. Egy olyan társulatunk volt, akik tegnap játszottak,
akik nagyon régóta szerettek volna visszajönni hozzánk, 7 éves a barátságunk velük is, és most készült el nekik egy olyan előadás, amire tavaly azt mondta nekem a Pálóci Zoli barátom, a Van Gogh Füle Alternatív Színházi Műhelynek a vezetője, hogy Robi, 6. haszakad, mi jövőre megyünk hozzátok Sokszínfesztre. Mi Debrecenből jöttünk, én Pálóci Zoltán vagyok, és a Van Gogh Füle Alternatív Színházi Műhelynek vagyok a vezetője. A társulatról azt kell tudni, hogy igazából több mint 7 éve dolgozunk, vagy működik ez a csoport körülöttem, eleinte más néven, az elmúlt 3 évben pedig változtattunk erre a névre. Fő profilunk igazából most már az ilyen drámák, mozgásszínház, táncszínház, különböző színházi technikákkal dolgozunk, amiket én külföldön tanultam, vagy hazai színház, színművészeti iskolákban. Fiatalok vannak körülöttem, hála jó Istennek, fejlődünk, építkezünk, haladunk előrefele. Mi volt, amivel itt pénteken este bemutatkoztatok? Karinti Ferencnek a Gellért-hegyi álom című két felvonásos színjátéka volt ez. Dramaturgiailag ezt kicsit meghúztuk, mert ugye kicsit hosszú lett volna, hogyha az egészet előadjuk. Maga a darab ugye arról szól, röviden, hogy van egy fiú meg egy lány, egy háború zajlik, ez lehet a második világháború, mi akkora írták meg, de teljesen kortalan maga a dráma. Lehet egy jövőbeli háború, új, régi háború, mostani háború is lehet, bárhol játszódhat. És ez a fiú meg a lány próbálnak játszani, hogy túléljék, hogy ezt az egész szörnyűséget, ami körülöttük van. Eljátsszák a múltjukat, jövőjüket, jelenüket összehozzák játékok által. Szombaton délelőtt 2 vásári komédiával kezdődött a fesztivál. Az Alig színpad 11-kor és a Szó és Kép társulat 13 órakor lépett a fűre, a művelődési ház előtti füvestéren. Délután 4 órakor már a művelődési ház színház termében folytatódtak az előadások. Elsőként a Szó és Kép társulat mutatott be egy pajzán komédiát. Nagyon érdekes volt, nagyon tetszetős volt. Már csak maga a főszereplőnek az arcát is, hogyha nézte az ember folyamatosan, akkor látható, hogy ez tényleg egy nagyon érdekes előadás. Majd aztán jöttek Vörös Attila barátomék Körmendről, a Körmendi Kastély Színház társulat, Jászmina Reza az Ördöklés istenével. Elég kemény darab volt ahhoz, hogy minden szót, minden mozdulatot át lehessen érezni rajta. Én szerintem jó része a közönségnek megértette magát ezt az előadást, és ahogy hallottam, a tasból tetszett nekik. És ugye Sokszínfesztnek van egy olyan érdekessége, hogy minden évben hívunk egy olyan csoportot, ahol sérült emberek is foglalkoztatva vannak. Ugye most 2 éven keresztül itt volt nálunk a Komisz és Deszka társulat Sopronból, ők a Zsirai Szociális Otthon lakóival dolgoznak együtt. Most viszont ebben az évben valamelyik újságcikkben figyeltem fel Szabó Róbert Endre, a Vörös Sándor Színház színművészének a csoportjára, a sugár és érintő csoportra. A csoport tagjai 17 és 40 év közötti, enyhén és közepesen súlyos értelmi fogyatékosok, akik 2015. októberétől hetente 2 órás foglalkozás keretében kezdtek el dolgozni. Legtöbbjük Down-szindrómás, de van közöttük autista is. Az egyik anyuka keresett meg, hogy ő szeretné, ha a kisfia egy színjátszó csoportban játszhatna, de ilyen nem volt Szombathelyen, meg az országban sem túl sok helyen, és akkor csináltunk egyet, és akkor gyakorlatilag az elejétől fogva, tehát ez volt pontosan 2 éve nyáron, és nagyjából ez a társaság azóta így egyben létezik, 1-2 emberes lemorzsolódás volt, vagy ráérések miatt nem tudtak eljönni. Az volt a szerencse, hogy ők nagyrészt már ismerték egymást, tehát egy zenekar létezik már jó néhány éve, és a társaság nagy része szerepel ebben a zenekarban, tehát ebből szempontból könnyű volt összehozni őket. A fesztiválon Oscar Wilde a Boldog Herceg című novelláját adták elő. A történet nagyon megkapó és megható volt. A csoport művészeti vezetője Szabó Róbert Endre, aki a Vörös Sándor Színház színésze, párhuzamosnak véli a mesét és a csoportja helyzetét. És a történet egy kicsit talán hasonlít ahhoz, ami az ő helyzetük, ami a mi helyzetünk velük szembe, az, hogy nem figyelünk oda rájuk. Nem is veszük észre, hogy van egy csoport, akik máshogy élik az életüket, más korlátok, más keretek között,
de ugyanúgy velünk élnek, és ez az, amit talán most ezzel a munkával sikerül egy kicsit megmutatni másoknak is. A Vörös Sándor Színházzal közösen pályáztunk a Magyar Kulturális Alaphoz, nyert ez a pályázat, és ennek keretén belül ebben az évadban, tehát a 2017-2018-as évadban minimum öt alkalommal játsszuk a Vörös Sándor Színházban az előadást, illetve ezen kívül úgymond vidéki előadásokat is tartanunk kell. Fecskék, kicsi fecskék, messze-messze, a város túlsó szélén egy fornalszobában látok egy fiatalembert. Aztán a tele van kéziratlapokkal, ő Fülé vagy. Zárásként a házigazda Sok Színpad Társulat mutatta be a Helység kalapácsát, amit a Büki közönség már láthatott egy nagyobb színpadon augusztus 20-án. Hát szerintem egy kicsit zsúfoltabb volt. Ugye más volt a díszlet. A augusztus 20-án, ami volt a nagy színpadon, ugye ott teljesen más díszlettel dolgoztunk, mint itt. Itt egy kisebb templomot kellettünk csinálni, de a padokasztalok ugyanúgy maradt minden, ami volt kinn a nagy színpadon. Hát egy kicsit át kellett rendezni a darabot, tehát át kellett mozgatni az embereket. Én szerintem ezek az előadások olyanok, mint a jóból. Tehát érnek. Én bentről láttam az előadást, én szerintem jó volt, de erről meg kellene kérdezni Kati nénit is, ugye a darab rendezőjét. Hát ugye volt egy új szereplőnk is, az egyik narrátorunk. A lányom úgy gondolta, hát megpróbálja újra, megpróbálta, majd aztán megnézzük, hogy sikerült neki. A Sok Színfesten látott előadásokat hamarosan megnézhetik önök is a Trio TV műsorán. Pályaorientációs napot tartottak a dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában október 9-én. Helyi vállalkozók és tanítványaik mutatták be saját szakmájukat az iskola aulájában. A tanévrend rendelete alapján a 6 tanítás nélküli munkanapból egyet pályaorientációra kell fordítani. Az iskola pályaválasztási napját továbbfejlesztve egy egésznapos programot szervezett a gyerekeknek, ahol korosztályoknak megfelelően mutattak be szakmákat. Már az épület kapuján belépve lehetett látni az izgatott gyerekeket, amint épp egy-egy asztalt vettek körül, és érdeklődve figyelték az adott szakma képviselőjét. A kollégák találták ki, talán megemlíteném én Hetyési Katalin és Tóvel Andrea kolléganők nevét, akik ebben rendkívül sokat segítettek, vagy igazgatóhelyettes kolléganőt, Venci Miklósnét, aki tehát összefogta ezt az eseményt, és úgy gondoltuk, hogy Csepreg város településnek ezt hozzá kapcsolódó szakmákat próbálunk idehozni a gyerekek közelébe. Tehát itt megjelentek azok a felnőttek, akik Csepreg városában ott vannak, jelenleg is vállalkozói tevékenységet folytatnak, illetőleg valamilyen módon kötődnek az iskolához, vagy éppen a szülőknek a gyermekei járnak ide az intézménybe, vagy pedig hiányszakmaként kell tehát nyilvántartani őket. Hát úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképpen így bemutatjuk a gyerekek számára. Több helyszínen voltak a bemutatók. Az iskola aulája átalakult piactérré, ahol interaktív foglalkozásokon ismerkedhettek meg a tanulók a szakmákkal. Láthattak rég eltűnt mesterségeket is. A vajköpülést ki is próbálhatták a gyerekek. Jelen volt a Kőszegi Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakképzőiskola, és a helyi Nádasdi Tamás szakközépiskola is. Az általuk hozott játékok nem csak az informatikába engedtek betekintést, de a gazdasági életbe is. A diákok láthatták, hogy működik belül egy számítógép, és a szerszámkészítők is készültek érdekességekkel. Az ördög lakatjuk nagy sikert aratott. A lányok nagy örömére volt fodrász és sminkes bemutató is. Aki pedig a kézműves dolgokat szereti, készíthetett rongyfigurákat az egyik asztalnál. A tantermekben is folyt az ismerkedés. A kisebbekhez benézve épp egy kutyakozmetikus tartott előadást nekik az állatokról és a tartásukról. Főleg a 7.-8-asoknak, akik már közelebb állnak a pályaválasztáshoz, hiszen alig 3-4 hónap választja el őket, hogy hát meg kell jelölni azt az intézményt, ahol tovább fogják
folytatni tanulmányaikat, ők olyan előadásokat hallhatnak, vagy éppen a számítógépen megpróbálhatják megkeresni azokat az intézményeket, amelyekbe majd szeretnének jelentkezni. A programunkat egyébként segíti a Vasmegyeri Kereskedelmi Kamara, akiktől segítséget kértünk, vagy a kormányhivatal munkatársai, akik szintén jelen vannak, és hát vannak külső helyszínek az iskolán kívül, jelen pillanatban zajlik az Eredics Gumiszervizben például egy üzemlátogatás, a Falu Múzeumunk, amely szintén bemutatja azokat a régi csepregi hagyományos szakmákat. Nem csak felnőttek és iskolák tartottak bemutatókat. 15 volt diákunk jelent meg, ami úgy érzem, hogy nagyon szép szám. Ők arról meséltek szintén a pályaválasztásról, és hogy hogyan sikerült kiválasztani a jelenlegi pályájukat, és ebben adtak nagyon hathatós tanácsot. Hát szerintem annál értékesebb gondolat biztos, hogy jelen pillanatban nincs, amikor egy hasonló korú diák a kisebb diáknak elmondja azokat a tapasztalatait, amelyeket a mai világban ők éppen megéltek. Szeretnénk mindenképpen ebből hagyományt teremteni. A nap egy pályaválasztási szülői értekezlettel zárult, ahol több mint 15 intézmény vezetője, megbízottja vett részt. 7.-8. osztályos diákoknak és szüleiknek tartottak előadást a továbbtanulásról. Országos női ökölvívó bajnokságot rendeztek a múlt héten Bükön. Szerdától péntekig a selejtezőkön és az elődöntőkön kívül már néhány fiatalabb korosztályban a döntőkre is sor került. De a látványosabb küzdelmek, a kőszegi és a büki sikerek szombaton születtek. Hát általában később értékelek, amikor már visszajelzések megjönnek, mint edzőktől, mint külsősöktől, mint vezetőktől. Hát eddig nagyon pozitív, hála Istennek a visszajelzés. Azt mondták, az idei egyik legkimagaslóbb rendezvénye volt, ez a női magyar bajnokság. Hát szerettük volna a sóelemekkel tarkítani, szerettük volna az ökölvívást szebb színbe, modernebb világba feltüntetni, ami úgy gondolom sikerült is, mint a nézők, de ami a legfontosabb a versenyzők számára. Nekünk itt ez azért is volt fontos, én személy szerint úgy gondolom, hogy a mai gyereket, tehát egy ilyen közeggel könnyebb megfogni, mint bármelyen másikkal, tehát így könnyebben megfogja ez a közeg, és én szerintem így hosszabb távon, vagy biztos, hogy az ökölvívás mellett fog maradni. Ezek alapján, a sikerek alapján folytatnátok tovább a versenyszervezést és rendezést? Hát természetesen ugye nem szeretnék feladni itt a csúcson, úgymond a csúcson, mert én úgy gondolom, eddig ez volt a legjobb rendezvényünk. Csináltunk már több kétnapos, egynapos rendezvényt, nemzetközi versenyeket, de ez volt az első országos bajnokságunk. Igen, a jövőben is szeretnénk folytatni, mint régióvezető, és ugye nekem kiemelt feladatom, hogy minél több rendezvényt szervezzünk, vagy segítsük a szervezést. A következő Haer Lajos emlékverseny lesz Szombathelyen, a Scorpio Box-szal közösen rendezzük november 25-én. És a jövő év ugye nyitott kapukat dönget, tehát ott szeretnénk mindenképp megtartani a nagy kétnapos nemzetközi versenyünket, a Jurisics kupát még, és az Ostrom kupa, mint kiemelt versenyt szintén. Női boxgalán vagyunk, azért ez ritka, a feljövőben van ennyire a női box itt Magyarországon? Én azt gondolom, hogy elég népszerű a nők részéről is ez a sportág. Nyilván ez alapvetően egy férfias sport, de ennek ellenére meg tudom érteni a hölgyeket, akik vonzalommal éreztetnek egy sportág iránt, hiszen ha csak magamból indulok, én is a szerelmese voltam. Úgyhogy abszolút mértékben én azt gondolom, hogy azáltal, hogy most már az olimpián is szerepet kapott a női box, és olimpiai pontokat hozhat nekünk, így nagyon komolyan oda kell figyelnünk rá, mert lehet, hogy ez fogja nekünk a jövőt hozni. Eddig voltál itt tegnap, ma is benéztél, láttál a küzdelmeket, mi a személyes benyomásod róla? Azt gondolom, nyilván azért itt a színvonalban lehetne még fejlődni, tehát most itt elég sok kezdő lány is szerepel a ringben, tehát azt látni kell, hogy nyilván én egy férfi boxoló vagyok, és nekem mihetetlen nagy az elvárásom, magas a léc, amit át kell ugrani, és hát ez a férfiaknál ugyanúgy van, hogy nekik is át kell ugrani ezt a lécet, de a nőknek különösen, mert most azt látom, hogy azért színvonalban van még hova fejlődnünk,
A rendezés már azt gondolom, hogy teljesen egyedülállóan jól meg van szervezve, nagyon ügyes itt a rendező. Bükkfürdő alkalmas arra, hogy egy magyar bajnokságot megrendezzen, és azt gondolom, hogy szívesen jönnek ide a népek, a bunyósok. Úgyhogy abszolút mértékben pozitívan tudom megítélni. Mondom, egy kicsit a szakma az, amit még lehetne csiszolni. Tegnap itt összefutottunk a ring mellett, de ha jól tudom, akkor tegnap pont a miniszterelnökkel egyeztettél új box koncepcióról, vagy egy folytatásról? Új koncepcióról is, meg beszámoltam arról, hogy mennyit haladtunk ez alatt a fél év alatt, milyen újításokat indítottunk el, és hogy mit szeretnénk a jövőben. A jövőben a Kárpát-medencében azokat a határon túl élő magyarokat is szeretnénk bevonni a versenyrendszerbe. Ehhez akadémiai rendszert szeretnénk kidolgozni, illetve hát rajta is vagyunk. És hát nyilván ezeket is tálaltam a miniszterelnök úrnak, aki úgy láttam, hogy érdeklődéssel tekint az ügyek felé. Hogy értékeled a Fitbox versenyzőit? A Fitbox versenyzőit pozitívan értékelem. Elsősorban három aranyban voltam biztos, és egy-két meglepetésben. A három aranyat hozta az a három versenyző, Lakótár Hanna, Hámor Ilica és Ambrus Viktória. Ők hozták a úgymond a kötelezőt, és elég jó is mozogtak, tehát ha nem is voltak sokat a ringbe, de minőségi tartalom volt mögötte, tehát jó mozogtak, technikásak voltak, erősek voltak. Tehát a meglepetésnek Lendvai Liliana volt. Őneki volt két bemutató meccse a magyar bajnokság előtt. Látjuk, hogy nagyon sok van benne, tehát még nagyon az utelején jár, de hát most is megmutatta az első nap, hogy igenis érdemes vele foglalkozni. Ő hozott egy meglepetés bronzot, és egy hajszálon maradt le, úgy gondolom, a döntőről. 3-2-es vereség lett a vége. Másik Pesti Gabriella, akit ide kell hoznom, ott is egy 3-2-es vereség volt, de az ellenfél edzője is úgy gondolta, hogy mi voltunk a jobbak, de hát ez most így alakult, tehát 3 arannyal és 4 bronzéremmel zártuk a versenyt. Ambrus Viktória lett a legjobb junior versenyző, és a Fitbox lett a legjobb junior csapat. Itt, amikor beszélgettünk előtte a riport előtt, akkor feljött, hogy ez egy jó kedvcsináló is ez a fajta hangulat. Ha valaki most kapott kedvet, akkor hol talál meg titeket Kőszegen, és hol talál meg titeket Csepregen, Bükön? Hát igen, a Kőszegen a Petőfi tér 14 szám alatt. Hétfőtől péntekig 17 órától 19 óráig vannak az edzések. A büki szakosztályunk ugye Csepregen van, és hétfő, szerda, pénteken 18 órától 20 óráig vannak az edzések. Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeznek Bükön október 23-án, hétfőn 10 órától a hivatal melletti szoborparkban. Az ünnepi műsor keretében avatják fel Blaskó János Elindultam szép hazámból című alkotását. Az ünnepi program részeként este ismerős arcok koncert lesz a sportcsarnokban este 7-től. Közéleti magazinunkat látták. Új közéleti magazinnal legközelebb jövő héten pénteken este 7 órakor jelentkezünk. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantul.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen is. Viszontlátásra!